B. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! Mai témánk a sport szeretete, hiszen vendégeim hosszú idő, mondhatom, hogy évtizedek óta együtt élnek a sporttal. Apropónk pedig az, hogy 1875. május 6-án a Magyar Atlétikai Klub megrendezte a kontinens első szabadtéri versenyét Budapesten. Akkor már is mondom, hogy kik ülnek a stúdióban, megyek itt szépen sorba. Marcali László, aki magyar bajnok párbajtőröző egykori, és ma meg veterán párbajtőröző, jól mondom. Mellette Faludi Viktória sportpszichológus és Tóth Tamás paralimpikon, szervusztok. Sziasztok. Örülök, hogy itt vagytok. Ha megengeditek, akkor egy kis történelemmel kezdem, ha már ezt a Magyar Atlétikai Klub dolgot így bedobtam a köztudatba. Méghozzá ez arról szól, hogy ugye ez a klub 1875-ben alakult meg áprilisban, 1947-es megszüntetéséig a legsikeresebb magyar egyesület volt, számos világ és Európa bajnoki cím mellett 24 olimpiai aranyérmet szereztek a klub sportolói. Köztük a vívó Gerevics Alatá, Rajcsányi László, az atléta Németh Imre, a birkózó Bóbis Gyula és a vízilabdázó idősebb Szívós István. Nektek, és akkor most gyorsan idefordulok, hány érmetek van? Tamás, veled kezdem. Hát, megszámoltad valaha? Hát azt tudom, hogy paralimpiáról van 4, igen? Illetve ilyen nagyobb világeseményekről körülbelül olyan 18-20, úgyhogy ennyi, és nyilván a legbüszkébb a paralimpiai aranyérmemre vagyok, amit 2016-ban nyertem. A Rio de Janeiro? Igen. Hát lehetsz is. Hol máshol? Hát persze, igen. Hát csak is Brazíliában. Neked, Laci? Én nekem nem tudom megmondani, mennyi van. Rengeteg van. Sok. Igen, mert nekem teniszből is van elég sok. Aha. Mert újságíró teniszt csináltam. Aha. Mert én ezt a párbajtőrűzést tudtam. Igen, rengeteg van. Szóval első osztályú versenyek, magyar bajnokságok, aranyérmek, nemzetközi versenyek, rengeteg. Tehát van otthon egy óriási szekri, ami tele van kupával. Egyébként... De soha nem voltam az olimpia közelében. De hát magyar bajnok vagy. Hát magyar, többször, igen. Na, egyébként gratulálhatok a születésnapodhoz? Köszönöm szépen, igen, most volt. Én, május hányadikán? 8. Én nem mondom meg, hogy hány éves vagy, te megmondod? 75. És azt mondtad az egyik munkatársamnak, hogy ha lehetne a stúdióba, akkor te neki állsz fekvőtámaszokat nyomni. Na most én erre nagyon kíváncsi lennék, de csak azért nem kérem, mert oltári macera lenne, hogy most itt félrehúzzuk a székeket, azt és levegyük a mikroportot is. Azt mondtam, hogy 40 fekvőtámaszt tudok egyszerre. 40? Igen. Elhisztük de, neki? Abszolút. Na de hadd mondjak valamit, egy rövid történetet, persze, ilyen nagy történet. Ülök és mesélek Vitrai Tamás műsorra annak idején, és Áder Zsiga bácsinál forgattunk fönn, obudai lakótelepen, a 8. emeleten. Zsiga bácsi volt ilyen 70-valahány éves, mint én most, és azt mondta Zsiga bácsi a forgatás kevés közepén, hogy lemegyünk a forgatás után, és átugrom a padot lent az utcán. 70-valahány évesen. És azt mondta a Vitrai, hogy hát ez isteni lenne, hát Zsiga bácsi drága, ez komoly? Ő volt a paplaci edzője, annak mondom, aki nem ismerte. És azt mondtam, lemegyünk és átugrom, és erre, hát én operatőr voltam ott akkor éppen, és akkor lementünk két kamerával, beálltunk a kerti padra, október vége volt, Zsiga bácsi levette a balonkabát. És tényleg átugrotta? Levette a balonkabátját, átugrotta volna, és egy akkorát esett, mint a második emele. És borzasztóan összetörte magát, fölállt, egy boxedző, ugye nem nyikorog, és azt mondta, hogy gyertek vissza két hét múlva, és vegyük föl ezt, és a Vitrai mondta, hogy ez sehol nem, azonnal törőjétek le, nehogy ebből. És akkor erre mondom én azt, hogy én... Tehát akkor én most ne kérjelek meg mégse, hogy fekvőtámaszt. Simán megcsinálom. Simán megcsinálom. Viki, te olvastam valami cikket, amiben te nyilatkoztál, és valami olyasmit mondtál, és azért azt gondolom, hogy a sportolók számára, pláne amikor nagyon nagy tétje van, tehát a komoly versenyeken azért csak van feszkó, meg csak van szorongás, és azt mondtad, hogy aki nem szorong, az pszichopata.
Máig egyetértek magammal. Jaj, de jó. Mert így megdöbbentem volna, ha azt mondod, hogy nem. Tehát, hogy a tudomány mondja, nyilván nem én, hogy a szorongásmentesség, a személyiségzavar, illetve a pszichopátia jele. Tehát, hogy aki nem rendelkezik érzelmi szoftverrel, az nem jó. Tehát, hogy azért jó, ha valaki szorong. Egyébként te az urakat ismerted, vagy pedig itt találkoztál velük? Ismerem. Hát azért a sportolók közül nagyon sokakat ismerek, úgyhogy ha nem is jártak nálam, de hogy szoktam szoktam követni az eseményeket. Úgyhogy igen, ugye én a Vívó Szövetségnél dolgozom immáron, hát szerintem egy 14-15 éve, úgyhogy Lászlót onnan ismerem, és az Úszó Szövetségnél is dolgoztam. Tehát akkor Tamás is megvan. Tamást is ismerem, igen. Egyébként melyik van neked, lehet egy, kérdezni bármit lehet egyébként, abszolút, egy sportpszichológustól is, csak hogy nem válaszolsz. Hogy van neked kedvenc sportágad olyan szempontból, hogy az ott létező és egzisztáló sportolókat szereted leginkább segíteni, felkészíteni, vagy támogatni? Hát én leginkább egyéni sportra vagyok valahogy kalibrálva, úgyhogy nekem az egyéni sportok azok, amiket nagyon szeretek. Nyilván ilyen nagyon mély kapcsolatom pont a két sportággal van, tehát hogy én a vívók, hát mondom, akkor egészen jó, jó vendégeket hívtunk. Abszolút, és hogy a Vívó Szövetség előtt dolgoztam én már az Úszó Szövetségnél, és a para úszóknál is. Tamás, ha most már így Viki adta nekem végszóként a para úszókat, akkor te ugye úgy születtél, hogy a kezed nincsen teljes, az egyik kezed igen, nincsen igen. teljesen rendben. Tehát mondhatjuk azt, hogy végtag hiányosan, és akkor emiatt kezdtek el téged a szüleid nagyon hamar úszni, járatni, ugye? Igen. És hogyan alakult az ki benned, hogy már pedig neked ez mint élsport, és hogy neked versenyezni kell? Hát igazából pár évesen már egyből lekerültem az úszodába. Mennyi az a pár éves? Hát szerintem egy. Azt élek pár? Nem, hát ő járt hozzánk egy hölgy, és már a kádba próbálta nekem mutatni az úszó mozgásokat, szóval igazából úgy nem is nagyon volt másra esélyem. Uh-huh. Nyilván, amikor az ember kezd kicsit olyan tinédzserebb lenni, akkor úgy elkószáltak a gondolataim, hogy milyen más sportágat csinálhatnék. Voltam egy edzésen karatén, hát egy srác így feküdt rajtam végig a szőnyegen, így tiszta izzadt lettem tőle, úgyhogy mondtam anyunak, ez biztos nem. És voltam még egy műugró edzésen, ahol azért nyilván mondta nekem az edző, hogy ez egy elég esztétikai sportág, úgyhogy nem biztos, hogy élsportolóként jó lennék műugrásba, úgyhogy nyilván így az maradt végül is az úszás, és tényleg kiskorom óta ez volt az álmom, hogy én kiussak egy paralimpiára, és ott esetleg nyerjek, nagyon sok helyen elmeséltem ezt a történetet. És akkor álom teljesült. Igen, 2004-ben voltam kint nézőként az olimpián, ő a akkori nevelőedzőm segítségére ki tudtam menni, mint néző, és ott láttam először egy ilyen hatalmas világeseményt, és ott ez így tudatosult bennem, hogy igen, én is ezt akarom csinálni. És az is tudatosult benned, hogy igen, én is ott akarok állni a dobogó legfelső fokán? Vagy az még akkor nem? Szerintem az is, igen. És akkor ugye ez Rio de Janeiro-ban teljesült. Ő igen, utána ugye elkezdtem a komoly felkészülést, én 2006-tól teljesen integráltan készültem épp úszókkal, szóval a csapatomban csak épp úszó volt, és én csak úgymond a versenyeken mérettettem meg magam a paraúszók közt. 2008-ban még nem sikerült a kijutás, majd 2012-ben nyertem két ezüstérmet, 50 és 100 méteres gyorsúszásba, az egy... Igazából én már akkor úgy éreztem, hogy bennem van az aranyérem, úgyhogy ez, az egy kicsi csalódás volt számomra, de szerencsére utána 4 év múlva, 2016-ban Rióba sikerült 100 háton aranyérmet nyernem. Gondolom, hogy azért ez a kérdés már Vikinek is szól, hogy az mindenféleképpen könnyebbséget jelentett neked, hogy nem várták a te edzőid, tehát hogy nem próbáltak kivasalni belőled egy ilyen teljesítményt, hogy nem biztos, hogy számítottak arra, hogy te leszel az aranyfiú.
Tehát, hogy nem volt a válladon az a teher, hogy én már valamikor egyszer egy hatalmasat teljesítettem, már volt egy aranyérmem, és akkor most nyilván megint kell. Igen, mivel akkor még nem volt aranyérmem, ilyen fajta teher nem volt, viszont ugye ez az utolsó előtti nap volt a játékokon, és még nem volt a magyar csapatnak aranyérme. Úgyhogy azért volt így egy ilyen feszültség csapaton belül, hogy azért úgy szerintem, hogyha egy magyar küldöttség valahol kiutazik, azért mindig az egy ilyen alapteljesítmény, hogy legalább egy aranyérem legyen. És, hát és akkor Túr Tamás gondoskodott róla. Az én versenyszámom volt kb. Az utolsó, ahol ő papírforma szerint is, vagy elmélet szerint is erre volt esély. Úgyhogy jól jött ki a lépés, ezt tudom mondani, és mai napig örülök. Azért munka is volt abban szerintem, azon túl, hogy a lépés jól jött ki. Viki, az úgy van, ahogy én elkezdtem pecceketni, hogy nagyobb szorongást, vagy nagyobb elvárást jelenthet egy versenysportoló számára, hogyha már volt valami nagyon jó pozitív teljesítménye, és akkor ezt vélhetően a következő versenyen is elvárják tőle. Tehát, hogy hoznia kell a formáját. Hát szerintem ilyenkor, ez nyilván nagyon összetett kérdés, de hogy alapvetően a legnagyobb baj, ami a különben nagyon jó is, hogy nem a környezet várja el, hanem önmagától várja el. Tehát, hogy az, hogy a környezet ehhez, nyilván az edző azért edz a sportolóval, hogy közösen valamit létrehozzanak, és legyen ebből egy olyan siker, amit a sportoló szeretne, nyilván az edző is nagyon jól érzi ettől magát, de hogy igazából mindig az a legnagyobb nyomás, amit saját magunkra rakunk, tehát ugye sportolónál pont ezt a hullámot kell mindig meglovagolni, hogy hát igen, értem, hogy a környezet nem várja el, de hát ő magától igen, tehát hogy azt kell valahogy enyhíteni, csökkenteni, valahogy elfogadóbbá tenni önmagával szemben, de hogy hát ezért hívjuk e-sportnak, és pont ez jutott eszembe, amikor a Totó mondta, hogy szerintem ő... Totó? Így hívnak, hogy Totó? Bocsánat, jó. Tamás. Jó, oké, hát elnézést. Most megtudtam a becenevedet. Igen, bocsánat, hogy szóval, hogy ez Tamás mondta, hogy szerintem, aki elkezd sportolni és e-sportolni, egyszerűen valahogy ezt a víziót kell a szem előtt tartani, szó szerint is, hogy ő nyerni fog, tehát nem azért megyünk olimpiára, meg országos bajnokságra, meg nem tudom, hogy másodikok, harmadikok legyünk, hanem nyilván az élsport erről szól, hogy hát ott az élen kell lenni. És gondolom, hogy a sportpszichológus pontosan ebben tud segíteni a felkészülésben, hogy az illető mentálisan fejben le tudja ezt játszani, és ő fejben oda, ahogy mondod, vizionálja magát, hogy ő áll ott a dobogon. Hát igen, bár én azt gondolom, hogy én ugye tanácsadó szakpszichológus vagyok, igen. És sportolókkal foglalkozom, tehát nem vagyok sportpszichológus, végzett. Pedig annyi helyen hogy írják, hogy igen, Faludi Viktória sportpszichológus. Hát igen, mert hogy persze, teljesen igen. Értem. Én azt gondolom, hogy abban tudok segíteni, hogy valaki egyben legyen. Tehát, hogy úgy általában nem szoktam külön kezelni azt, aki sportol és aki nem sportol. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ugyanaz a mentális háttér kell neki, mint aki nem sportol. Nyilván az a különbség, hogy van egy szintér, ahol neki ott és akkor iszonyú, hogy teljesítményt kell letennie, de ez nem jelenti azt, hogy ki kell zárnia mindent a saját kis életéből, tehát, hogy valahogy azt kell megtanulni, hogy vannak problémák, de hogy azt egy kicsit parkoltatjuk arra a 2-3-4-5 percre, amíg van ez a hatalmas megmérettetés, de ugyanúgy. Hát, vagy két napra, vagy igen, de hogy ez nyilván egy ilyen hullámzó dolog, hogy ki lehet ereszteni, ismét feszíteni. Leginkább ezt kell megtanulniuk a sportolóknak, hogy lehessen. És akkor gondolom, hogy neked vannak különböző technikáid, amiket te akár relaxációs, akár a koncentrációt segítő, amit te átadsz nekik, nem? Hogyan kell elképzelnem? Hogyan támogatja Faludi Viktória mondjuk ti nem dolgoztatok együtt, vagy dolgoztatok együtt valaha? Most Totó rád nézek. Dolgoztunk. Na, szóval hogyan támogatta Totót, hogy ő odaálljon a
dobogó legfelső fokára? Én azt gondolom erről is, hogy, egyrészt nem tudok ilyen általános szabályt mondani. Ugye a pszichológus azt tanulja, hogy mindenki egyedi, abszolút nincs ilyen. Persze vannak tipológiák, vannak eszközök, vannak, de nem biztos, hogy mindenkinek működik. Tehát igen, ha valaki igényli, meg tanítom az autogén tréningre, hogy saját magának tudja elérni azt, az izgalmi szintet, ami neki jó a versenyzéshez. De én nem rendelkezem sajnos szabás mintákkal, tehát nincs ilyen vonalvezető. Tehát, hogy egyéni. Abszolút, én arra törekszem, és minden pszichológus elvileg erre törekszik, hogy a Totó, Laci, a te fejedben tudjak úgy tájékozódni, tájékozódj az én fejembe, jó? Hát, ha megengeditek, de, persze, hogy úgy tudjak tájékozódni, hogy ne nekem kelljen tanácsot adni, hanem kiválasztjuk azokat az utakat, ami a te fejedben van, hiszen a pszichológus nem ad tanácsot. Ez tény, hogy a sportolóknál több eszközre van szükségem, akár ilyen koncentrációfejlesztés, akár bármi más. De azt gondolom, hogy ha heti egy órát nálam lerakja azokat, amik éppen foglalkoztatják, akkor ez mindig egyre könnyebb lesz. Tehát, hogy egy kicsit ennek ilyen prolongált hatásai is lesz, olyan, mint az antibiotikum, hogy így lesikál, és aztán egyszer csak önmagától építi föl magát a sportoló, nyilván segítek benne. Laci, te ugye jól tudom a számot, mert én nyilván utána néztem mindannyiótok pályafutásának, mielőtt itt leültünk egymással szemben, hogy 20 évig voltál aktív sportoló? Köbben? Igen, köbben. És akkor 20 évig párbajt őröztél, úgyhogy te voltál magyar akkor 30 bajnok. És 30 évig nem. Na de várj, ez majd a következő kérdés lesz, mert mégiscsak visszatértél. Tehát most először nézzük ezt a 20 évet, hogy melyik volt neked. Azért se azt kérdezem, hogy melyik volt a legnagyobb élményed, vagy a legnagyobb pozitív öröm az életedben, hanem hogy melyik volt a legnagyobb kudarcod. Tehát következő történt velem. Nekem óriási edzőim voltak. Az ország, a világ legjobb edzői voltak. Tehát nem. Mondasz egy-kettő? Szőcs Bertalan, Sákovics József, tehát tényleg Lukovics Pista bácsi a TF-ről, szakirodalmat írt a vívásról, meg egyáltalán, tehát Bárány Árpád olimpiai bajnok, tehát én végigmentem a legjobb edzőkön. És van egy olimpiai bajnok nővérem, ami nem Marcali, hanem Dömölki Lidiának hívják, Sákovicsné Dömölki Lidia, hát édesanyánk egy. És a, ugye, és nekem... Tehát akkor megvolt a családi mint a gyerekkorodtól. Megvolt, csak én ugye megnyertem egy első osztályú párbajtőrversenyt 18-17 éves koromban, és rohantam haza, és mondtam anyámnak, meg apámnak, hogy lehet, hogy már kicsit több is voltam, hogy megnyertem, és állati boldog voltam, első osztály, nagyon erős volt a párbajtőrmezőny akkor is, és akkor az anyám még így mondták, hogy hát fiam, majd ha olimpiai bajnok leszel, akkor majd, ugye, és én nagyon belevetettem magam a vívásba, tehát tényleg heti hat edzés, keretedzés, minden volt, és akkor 74-ben, tehát 26 éves koromban fölvettek a Színházi Művészeti Főiskola rendező operatőr szakára. Itt jött az útelágazás. És itt, tudjátok, hogy a második év végén szokták a színészeket kirúgni. Nagyon, nagyon európai módon az úgy történik, hogy behívják a színészt, és azt mondják neki, hogy elvégeztél 2 évet, javasoljuk, hogy menjél vissza egy színházhoz, és dolgozz a színházba, és élj egy kicsit, és gyere vissza, és akkor mellé diplomázhatsz. Ez egy borzasztó dolog lehetett egy színésznek, magyarul nem tudta a színházi, a tanárok nem ítélték jól. Igen. És második év végén lement a diplomafilmem, ráadásul ugye én már akkor 26 éves voltam, és nem 20, mint a osztálytársaim, és behívtak engem. A Fábri, Zoltán, a Mak Károly, Illés Gyuri bácsi, óriási tanárik. Ott Eszter is óriási Gályos egyéniséget óriási, voltak, nem csak óriási sportban, emberek igen. Tanítottak engem, és akkor, na mondom, passz, ki fognak rúgni. És akkor azt mondta nekem a Fábri, ott ült ekkora cigarettával a kezébe, és azt mondta, hogy Laci, el kéne döntened, hogy sportoló akarsz lenni, vagy pedig a szakmában akarsz maradni, és rendező, vagy operatőr lenni. És akkor én mondtam, hogy hát ez el van döntve. Ha 600 emberből csináltak egy 20 tag osztályt, akkor a felvételi túljelentkezés volt. Hát mondom, igen. És erre azt mondták nekem, hogy
akkor számíthatunk arra, hogy jövőre abba hagyod a vívást, és akkor... Uh-huh. És erre én azt mondtam, hogy természetesen, és a következő évben lemondtam a válogatottságot, ami egyébként nem volt egy nehéz dolog, mert akkoriban a párbajtőrben olyan szintű, olyan magas szintű, háromszoros olimpiai bajnok csapat volt. Bárány Árpi, Schmidt Pali, Fenyvesi, Kulcsár Győző, Nemere Zoli. Tehát hogy ebbe a csapatba épp észre nem lehetett bekerülni, mert olyan szinten jók voltak, hogy tudtuk azt, hogy ezt nem szabad, agyilag nem szabad, az Imre bácsi, Vas Imre volt a vezető, ez, hogy nem szabad szétszedni ezt a csapatot, mert ez olyan hihetetlen, a világon ilyen nem volt még, hogy háromszor egymás után olimpiát nyerjen egy csapat. Egyénit is nyertek persze többen. És akkor lemondtam a válogatottságról, maradt a klubedzés, ami szintén háromszor volt egy héten, és csak hogy röviden, a József Nádor... Tehát akkor ezért nem egy Európa bajnokkal, vagy egy olimpiai bajnokkal beszélgetek Európa most? Európa bajnok vagyok. Azért. Európa bajnok vagy? Igen, na. Sőt, nemzetközi. Aha. Most lettem Európa bajnok pár éve, veteránban. De ez már a veterán? Veterán. Én meg most még az aktív nem, életnél akkor, nem, 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 válogatott igen. Keret voltam, de soha. Szociális országok versenyre vittek ki, mert ott nem akartak menni a nagyok annyira. Na, és még egy mondatot csak, hogy kicsit sokat beszélek, de nagyon fontos, hogy... Végül is azért jöttél ide, de majd engedjük őket is szóhoz jutni, jó? Nagyon fontos az, tehát a Makka azt mondta nekem, hogy Laci, amikor a főiskolán vége van az oktatásnak, akkor a fiúk, mindenki, meg a lányok lementnek a badacsonyi borozóba, nem azért, hogy igyanak, hanem hogy megbeszéljék a következő filmjüket, meg hogy mit csináljanak még. És te pedig elmész edzésre. És hidd el, hogy nagyon fontos lenne a jövő szempontjából, hogy te is ott legyél a többiekkel, az osztálytársaiddal. És ez nagyon meggyőzött engem kétségkívül. Na most Laci mondott valami nagyon fontosat, hogy ugyan nem a sportra, én majd mindjárt arra szeretném ráhúzni, hanem hogy ott akkor neked abban a másik szakmában, amit végül is választottál, az operatőrködés, a rendezés, mennyire fontos volt a közösségépítés egy adott helyzetben. Na azt gondolom, hogy ez nagyon fontos a sportban is, és hogy egy oltári erős közösségépítő hatása van. Te ezt hogyan érezted át, Tamás? Neked mit jelent, Totó, annyira tetszik ez nekem, hogy inkább ezt mondom. Neked mit jó jelentett ahhoz a csapathoz tartozni, akikkel te az aktív éveidet élted, és akikkel mondjuk a Rio de Janeiro-i olimpiánként voltál? Ugye én 14 évesen kerültem abszolút egy olyan klubba, ahol csak épek húztak, ott nagyon kimagasló eredménnyel rendelkezett nagyon sok sportoló, úgyhogy ez egy ilyen nagyon furcsa dolog, de hogy ez számunkra természetes volt, hogy ebből kell valami eredmény, hogy ebből kell valami siker, és amikor kimentünk egy versenyre, és aranyérmes lettem, vagy bronzérmes, ez olyan természetes volt. Szóval mi nem gondoltuk ezt, hogy ez valami nagy történet, mert mindenki igen. A környezetünkben, abban a kis mikroközösségben nagyon sikeres volt, és ez olyan természetes volt, hogy ha az emberben van valami tehetség, és ott vagyunk edzésen, akkor ebből kell, hogy valami összejöjjön. Úgyhogy utólag egy kicsit bánom is, hogy ezeket a óriási élményeket és sikereket akkor nem éltem meg én annyira jól, hanem letudtuk, vizes törölközőt, nacit bedobtuk a zsákba, és már arra gondoltuk, hogy mi lesz a következő edzés, mi lesz a következő verseny. Levettük az érmet, betettük, és már mentünk is tovább. És hogy valahogy nem volt erre se idő, se alkalom ezt kielvezni. Az olimpián gondolom azért nem így volt, ugye? Utána azért volt, az olimpia után mindig volt egy hónap pihenő. Egyébként valahol azt mondtad, hogy neked nem is ez a brazil élmény, pedig hát a legnagyobb eredményedet életedben ott érted el, volt az igazi, hanem a londoni, és hogy utána a képet kín volt a metró megállókon, meg hogy mindenféle nagykövetségi kampányokba szerepeltél, tehát hogy mekkora siker volt neked az? Igen, a mai napig úgy gondolom, hogy sokkal élesebben él a tudatomba, és... Miért?
valahogy a londoni játékoknak volt egy hihetetlenül jó légköre, és főleg a paralimpiának, ugye alapvetően a parasport és ez a mozgalom azért Angliából indult. Ugye az ottani veterán katonákat próbálták beintegrálni a sportrendszerbe, és ott ilyen akkora múltal rendelkezik, hogy volt olyan ismerősöm, kint lakott Londonban, már fél évvel előtte az én döntőmre egy darab jegy nem volt. Szóval ez egy ilyen, kimentünk a stadionból, és óriási kivetítőkön több ezer ember nézte, hogy mi parasportolók úszunk. Nyilván Rióban ilyen nem volt. Ott ugye még a épolimpián is lehetett hallani, hogy megdobálták a sportolókat, mert esetleg miért költött a kormány ilyen sok pénzt a sportra. Szóval teljesen más volt a kettőnek szerintem a hangulata. Viki, neked ugye az uraktól megkérdeztem, hogy sikerkudarc. Neked melyik volt a legnagyobb sikered? Most nyilván olyan sportolóra gondolok, akinek úgy érzed, hogy a győzelmében adott esetben az olimpiai bajnokságában, vagy a világbajnokságában te is benne vagy, hogy az együtt töltött munka is benne van. Hát nagyon sok ilyet fogok sorolni. Igen, vagy hát nyilván ez olyan nagyon így magamat ezzel fényezni, vagy nem tudom, hogy nyilván a sportok... Hát azért ülsz itt, hogy egyrészt fényezd magad, ahogy Laci mondja, hát, másrészt meg, hogy mesélj ezekről. Én különben azt gondolom, hogy ennek van egy ilyen egysége. Ugye én azért szeretek pont ezzel a két sporttal nagyon dolgozni, illetve hát most több tapasztalatom van a vívás és az úszás, mert hogy én ott kapok egy tímet. Tehát, hogy mi ott, én nem egyedül dolgozom, hanem az edzővel együtt, a sportolóval természetesen együtt, akkor a fizikai felkészítővel, tehát, hogy mi ott egy ilyen háttérmunkások vagyunk, és azt gondolom, hogy mindenkinek ugyanannyi szerepe van benne. Nyilván a sportolónak a legtöbb, de az, hogy mi tartjuk valahogy fizikailag, mentálisan és mindenféle szempontból, az azt gondolom, hogy így igazán mindig szokták tőlem kérdezni, hogy hány százalékban van a fizikai meg a mentális. De jó, egyszerűen, hogy nem kérdeztem meg. Azért hozom is föl, mert hogy nem lehet elválasztani. Mm-hmm. Ugyanezt gondolom, test és lélek az így egyszerűen az egy olyan egység, amit így nem tudunk külön-külön kezelni. Úgyhogy én erre is azt szoktam mondani, hogy hát biztos van egy pici részem benne, de közben meg egy nagy is, de hát mégiscsak a sportoló van a színpadon, tehát hogy ezt a backstage-et, ezt mi biztosítjuk neki a főszerephez. Ez egy gyönyörű és rendkívül szimpatikus monológ volt, de drága háttérmunkás. Elárulnád nekem, hogy volt-e olyan, amikor mondjuk örömödben ugráltál, vagy nem tudom mit csináltál, valami olyasmit, amikor te is tudod, hogy jól kiléptél a komfortzónádból, mert nézted és láttad, hogy hú, hát akivel én együtt dolgoztam, meg az edző, meg a csapat, meg a blablabla, bla, bla. Na most akkor megnyerte az olimpiát. Nagyon nehéz egyet kiemelni, nyilván egy ilyen nagyon Szilágyi Áron, akivel én 12, tehát az első olimpia előtt kezdtünk el együtt dolgozni, 19 éves volt, és ott nekem ezek az olimpiák megélése, az nekem egy borzasztó jó érzés, de ugyanezt tudom mondani, a mellettem ülő úriemberről is, hogy Rióban, amikor én néztem a streamen az ő versenyét, nekem ez ugyanolyan iszonyú jó élmény volt. Tehát, de ugyanezt tudom mondani, és akkor már egy picit lejjebb megyek, amikor az utánpótlás, az első versenye sikerül egy 12 évesnek. Nyilván a sportban tudjuk, hogy van egy ilyen iszonyú mérőeszköz, amit általában aranyagban mérünk, az ez is hát nem igen. Is olyan jó, de hogy mégis azt gondolom, hogy nekem ez egy borzasztó öröm, ha valaki így talpra áll a páston, iszonyú jól érzi magát az úszodában, és csak úgy megy. És hát persze, ott vannak a... És arról is jönnek az érmek. Abszolút, hát akár, de érem nélkül is jó. Egyébként... Nyilván, ha azt akarja, hogy érem legyen, akkor én is azt akarom. Tehát, hogy ez a sportolók. Sokan vannak, akik nem akarják, hogy érem legyen? Én nem ismerek olyat. Na, ezért bátorkodtam. Sportolóban én nem ismerek. Igen, mert hogy mondod, hogyha azt akarják. Hát gondolom, azt akarják. Hát nyilván az élsportban ezt tudjuk, hogy mindenki azt akarja, hogy ott álljon a dobón, de azért a pszichológiai munkával együtt
teremtődik egy borzasztó jó rálátás az embernek magára. Tehát, hogy azért, aki mondjuk a válogatottban sincs benne, hanem akkor a következő lépés nem az, hogy ő olimpiára menjen, hanem az, hogy hát akkor legyen válogatott, vagy hogyha az az élménye, vagy az a kívánsága, hogy ő csak jusson el a 10. helyig, akkor ha az megvan, az épp olyan öröm. De értem, hogy, hogy sajnos az aranyérem az, ami mindenkinek ilyen jól értelmezhető fogalom, és ott ez a teljesítménynek valamilyen nagy-nagy ajándéka. Laci, te az imént beszéltél arról, hogy ugye volt egy útelágazásod, amikor el kellett döntened, hogy maradsz az általad szeretett élsportnál, ahol ugye mondod, hogy aranyérmed, meg magyar bajnok, meg elértél eredményeket, vagy pedig elkanyarodsz a színművészet, a színház, a televízió felé, te azt a kanyart választottad. És akkor, ahogy mondtad az imént azt is, hogy kihagytál 30 évet. Na most nem az az érdekes nekem, hogy kihagytál 30 évet, hanem nekem az az érdekes, hogy akkor 30 év után, ha már egyszer a cuccokat leraktad egy sarokba valahova, akkor mi inspirált, hogy elővedd? Nagyon érdekes. Szentendrén lakunk. Aznap Szentendrén délelőtt felszálltam a hévre, és találkoztam egy Lasecki Frigyes nevű vívóval, akivel együtt vívtunk fiatalkorunkban, aki azóta is folyamatosan aktív vívó volt, körülbelül ez tizenvalahány évvel ezelőtt volt. És a Frici, mondom, szevasz Frici, szia, hova mész? Azt mondja, megyek vívóedzésre. Mondom, hova? Azt mondja, Leányfalun a művelődési házban van vívóedzés, egy Héri nevű edző, volt törvívó, tartja az edzéseket. És akkor mondom, hát ez marha jó, mondom. És te, mondom, én teniszezek itten heti háromszor, meg futok, meg súlyzózok, mint egy őrült, azért tudok fekvőtámaszt is csinálni. De nem vívtam 30 évet, tényleg szó szerint szögre volt akasztva, bent volt a vívózsákom a gardróbban, ugyanúgy, ahogy a vívózsákot beteszi az ember vizesen, az úgy maradt, és tehát mikor kinyitottam, kiesett belőle, és szétesett. De a párbajtőrök megmaradtak. És a nem romlottak el, érdekes módon. És akkor este elmentünk egy moziba Szentendrén, és találkoztam Erdős Gáborral, aki egy nagyon jó nevű, többszörös Európa-bajnok csapat vívó, nem a Sándorral, aki olimpiai bajnok, hanem az ő testvérével, a bátyával, és mondom, szevasz, hogy vagy, jól vagyunk, Szentendrén, igen, mondom, másfél éve itt lakunk Szentendrén, jaj, de jó, hát nincs kedved vívni, mondom, miért te is vívsz? Azt mondja, persze, Leányfalú művelődési házba, Hérinél. És akkor mondom, gyerekek, ez valami sorsszerű, ketten. Nem találkoztam veletek 20 éve. Aha. És mind a ketten azt mondjátok, hogy nincs a kedvem vívni, és akkor lementem. Hogy de van. Lementem, és most nem én voltam annyira jó, hogy az első évben már megnyertem a válogatót, meg a nem tudom miket, 6 plusz 60-as korosztályban, hanem amit tudni kell, és a Viki ezt nagyon jól tudja, hogy a nagyon nagy vívók, akiknek a közelében nem értem soha az életemben, azok, amikor befejezték a vívást, vagy sérültek voltak nagyon fizikálisan, vagy akkora sikereket értek el ugye olimpiai bajnokok, világbajnokok sorozatban, hogy nem volt értelme veteránban megmutatkozni újra. És ezért azok az első osztályú, vagy válogatott közelébe, vagy a keret közelében levő emberek maradtak meg veteránvívóknak, akik ott meg tudták mutatni azt, hogy igen, 70-valahány évesen, vagy 60 pluszban fizikálisan rendben vagyok, lekopogom. Úgy. Lekopogom, és képes vagyok lemenni háromszor, vagy kétszer egy héten vívni, kiegészült, először csak ilyen szinte, a pap Jenci mondta mindig, hogy ez már csak egy játék. Neki igen, mert ő világbajnok volt egyéniben is. De akinek nem voltak akkora eredménye, annak egy óriási kihívást jelent az, hogy veteránként ott vagy. És igen, amit a Viki mondott az előbb, hogy az nem sportoló, aki nem izgul. Kérem szépen, én 75 éves koromban is elindulok egy versenyre, és olyan ideges vagyok, mint 20 éves koromban. De jó. Ez jó. És utána ott vagyok a versenyen, átöltözöm, ott vagyok, és fölállok vívni, és elmúlik. Na és akkor veteránként miket nyertél meg? Akkor most nézzük. Én Európa-bajnokságot nyertünk csapatban. Tehát azért mondom, hogy Európa-bajnok vagyok, és
60 pluszban nyertem magyar bajnokságokat, és amikor 70 plusz lettem, akkor egyszerre nem vesztettem versenyt 4 éven keresztül, amíg le nem vágtam az ujjamat. Egy baleset során egy flexzel, és ez az ujjam, ez a víláshoz borzasztóan kell, tudod, ugye. Aha. És azóta második, harmadik helyen, azért még mindig megy a vívás, visszajöttem egy fél év után, és ami nagyon klassz volt, hogy amikor 70 éves, bekerültem 70-70, tényleg nem vesztettem versenyt se, tehát Budapest nemzetközitől kezdve minden versenyt megnyertem. Balatonbajnokságot is, ami nagyon ritka ebben a korosztályban, mert itt azért mindig oda kell érni, mindig fel kell készülni fizikálisan, nem lehetsz beteg, jól kell tartani magad. Tudod? És akkor feltett szándékot, hogy ezt még folytatod. Én ameddig lehet, igen, és hát most ment el, hadd mondjam azt, a Boros Péter most ment ki, 90 évesen, 33-ban született a Péter, a Szentkirályi doktor pedig 80-valahány éves, és mentek kivívni most az Európa-bajnokságra, kérem szépen. És a Péter szoktam mondani, igen, a Boros Péter olyan, hogy a sisak rajta van, akkor azt jelenti, hogy egy fiatal ember. Tehát, hogy 90 évesen vív. 90 évesen vív, igen. És vív, és nem úgy, hogy ide, hanem rendesen. Aha. Rendesen. Mi kell ehhez, Viki, hogy valakiben, nem tudom, hogy erő, kitartás, vízió, mi kell ahhoz, hogy ezt... Köszönöm, ez mind. Köszönöm. Hogy... Ez mind. Tényleg elképesztő. Meg hát nyilván van ennek egy élménye, de hát ezt Laci elmondja, hogy ez mennyire hajtóerő, hogy edzés, hogy van a napnak egy ilyen tematikája, vannak versenyek, tehát hogy azért ez egy ilyen... Igen. És valami olyan boldogság, én komolyan mondom, egy olyan boldogság fog jön az endorfin? Hát persze, más emberek ebben a korban, hogy megyek ki a mellékhelyiségbe. Igen. Most vagy a boltba, vagy az ajtó, vagy a kapun. Hogy, megyek le a lépcsőn, tudod? Igen, és látom a volt barátaimat is, akik sportolók voltak, hogy meghíznak, panaszkodnak, mindenük fáj, tudod? És nekem, én valószínűleg attól nem fáj nekem semmi, hála Istennek. Kop-kop sokszor, mindig, igen. Mert csinálom. Ugye volt a tenisz, igen, ami kiváltotta a vívást, az is rendszeresen játszottunk négyszer-ötször egy héten. És azt még csinálod, vagy azt most abba hagytad? Dehogy is csinálom. Azt is? Persze, kétszer egy héten teniszezek is, és nagyon komoly meccsek mennek. Akkor örökké fogsz élni. Hát én nem tudom, én azt mondom, mindig azt mondom, de ezt a Viki jobban tudja, hogy ez engem olyan szinten dob föl mindig. Tehát, ja, igen. És nem szólok többet. Volt a magyar bajnokság. A Viki tudja, volt a magyar bajnokság most. A felnőtt, nem a veterán, a felnőtt magyar bajnokság. Tudnátok kell, hogy a magyar párbajtőr, a kard és a párbajtő világszínvonalon van. A legjobbak között vagyunk. Ugye a kardban is, meg párbajtőrben is. Világbajnokaink vannak, csapatban is, meg egyéniben is. És én elindultam ezen a, mint legöregebb vívó, 74 évesen elindultam az országos bajnokságon. És oda lefotóztak, mint ezt láttad, lefotóztak, a szövetség lefotózott minket, egy 14 éves kislányal, tehát a legidősebb és a legöregebb. És utána van egy cikk, hogy nem csak, hogy elindultam, hanem tovább jutottam, és aztán utána a következő fordulóban egy válogatott, egy világbajnok csapattag vert meg, akinek szintén tudtam tust adni. Na most ez olyan élmény, egy ilyen dolog, hogy nem, mert az, hogy a veteránok között az ember ott levickél, és jó kondiba vagyok, meg gyors vagyok még, az rendben van. Aha. De az a többieknek a gyengesége, most nem azt mondom, hanem akik na, nem bírnak. Igen. És itt meg tényleg egy cikk is volt erről, hogy, és Marcali nem is érezte magát különösebben fáradtnak, csak hogy mutattam is, hogy rossz védés miatt itt szét volt szúrva rendesen a kezem. Aha. És akkor írtam is, hogy egy focista lennék, mennyit fetrengenék egy ilyen sérüléssel, mondtam ezt, ugye. Úgyhogy ez volt a... Totó, te most az úszással, te abba hagytad az, igen, aktív sportéletet, ugye? Mármint ami az úszást illeti. Azt nem tudom, hogy valami más csinálsz-e mellette, helyette, szabadidős sportként akár. Sajnos nem. Amióta abba hagytam, medencébe se voltam, szóval egyetlen egy tempót nem tettem. És ezt hogy lehet kibírni? Most ezt nagyon komolyan kérdezem. De tényleg... Én nem. Én megértem. Ezt nagyon jól lehet bírni. Na. Igen. Nekem egy kicsit elég volt ebből. Nyilván megvolt az okod, hogy te úgy döntöttél, hogy elég, igen, volt. Megtudhatjuk, hogy mi? Egyrészről... Én mindig azt mondtam
magamnak, hogy én amíg az érmekért küzdök, addig csinálom, addig ott vagyok. Uh-huh. Én a életem összes világversenyéről éremmel tértem haza, és ahogy ettől egy kicsit messzebb kerültem, úgy éreztem, hogy ennek már így nincsen értelme, illetve sok egészségügyi problémám volt, annyi fülorgégészeti beavatkozásom volt, hogy az orvosok mondták, hogyha még egyszer meg kell műteni az orrom, attól félnek, hogy le fog esni a helyéről. És miért kellett műteni az orrodat? Hát így a klórral voltak elég súlyos kölcsönhatásba így a orrom, meg a... Nem szerette az orrod a klórt? Nem, úgyhogy 5-6 fülorgégészeti műtétem volt egy 10 éven belül. Aha. Úgyhogy én így igazából ezért sem nagyon... nem csodálom, hogy ezt nem akartad. Igen, úgyhogy én nem gondolnám, hogy uh-huh. hobbi szinten ennek újra ki kellene magam tenni, de uh-huh. nagyon keresem azt a sportot, amiben esetleg újra kiteljesedhet. Ugye azért egy úszó, aki megszokott egy vizes közeget, a gravitáció aha. egy kicsit máshogy hat ránk, főleg így plusz 20 kilóval, de most voltam télen síelni, gyerekkoromban sokat jártam síelni, és ez nagyon-nagyon tetszett, és hogy ugyanolyan jól ment, mint gyerekként, aha. de hát nyilvánvalóan ez egy olyan sport, amit azért rendszeresen nem tudok csinálni, de remélem, hogy mostantól azért egy évben egyszer nyílik rá majd lehetőségem, hogy elmenjek síelni. Egyébként azért a sporttal a kapcsolatodat nem szakítottad meg? Ja, követem a sportot. Nem csak arra gondolok, hanem valahol azt olvastam, hogy a TFN valami sportmenedzseri diplomát szereztél, vagy valami igen, ilyesmit. Igen, tehát, hogy így az életedbe igaz, hogy egy más aspektusból és más oldalról, de megmaradt a sport. Igen, van egy sportmenedzseri végzettségem. Használod valamire? Meg egy, azt most nem, egy úszóedzői végzettségem is aha. van, de például most van egy kislány, aki egy tehetséges fiatal paraúszó, és ő neki vagyok a mentora, és neki aha. azért próbálok mindenbe segíteni, hogy így remélem, hogy egyszer belőle is bajnok lesz. Uh-huh. Mert azt gondolom, hogy az borzasztó nehéz lehet, hogyha az ember megszokott egy rutint, és ahogy a napodat felépítetted versenyzőként, és amennyi időt töltöttél a vízbe, hogy egyszer csak ez most így kiesik, és akkor mi van helyette? Igen, nagyon nehéz, ugye ott az embernek minden perce be van osztva, reggel 6-kor ugye kezdődött az úszóedzés, már 5:50-kor ott kellett állni kisgatyába a parton, úgyhogy ez nyilván egy óriási önfegyelem, utána délután 2:30-tól volt a szárazföldi edzésünk, 5 órától megint vízi edzés, szóval nem igazán volt az embernek ideje gondolkodni bármi, hanem csináltuk a dolgainkat. A civil élet az egy teljesen más, én szerintem akár azt is lehet mondani, hogy egy sokkal nehezebb terület. Igen. Itt azért sokkal jobban kinyílik a világ, és sokkal több mindenre kell figyelni. Nem csak arra kell összpontosítani, hogy fizikálisan a toppon legyek, illetve az a 100 méteren 110%-ot hozzak ki magamból, úgyhogy még azért szoktam kell szerintem, de jó úton járok. Tehát akkor a döntésed az szükségszerű volt, mármint hogy az úszást abba hagyod. Igen. Viki, neked a biztos, hogy van egyrészt, ja, azt el is mondtad, hogy mi volt a kedvenc sportágad tényleg, mert ugye kiderült, hogy a vívás meg az úszás. Tehát ezt már nem kérdezem meg, mert közben rájöttem, hogy ezt mondtad. Viszont azt nem, hogy melyik a kedvenc korosztályod, mert fogalmam sincs, hogy most a középkorúak, az érettebbek, vagy a gyerekek, vagy a fiatalok. Hát ugye élsportról beszélünk, tehát középkorú azért ritkán van. Úgyhogy nekem nagyon jó az életem, mert 20 éves fiúk, lányok látogatnak óránként a rendelőben. Nyilván aztán az utánpótlással is foglalkozom. Igen, amikor ezt a 10 éveseket, akkor arra gondoltam, szóval az utánpótlásra. Így, hát talán a legkisebb most 8 éves, aki, uh-huh. aki hozzám jár, ő ergézik, teljesen iszonyúan élvezem már, hogy mindig jön valami olyan sport, amiről nem is tudtam, hogy Magyarországon hogy ilyen például nem az ergére gondolok, hanem hogy van Magyarországon baseball válogatott, tehát én ezt se tudtam, de hogy uh-huh. most már tudom, mert hogy megjelentek egy-ketten onnan, tehát hogy olyan sportágokat ismerek meg, ami ugye így azért nem olyan ismert Magyarországon.
Nyilván mindegyik más, és ugye Laci kérdezte tőlem, hogy miért Totónak miért ilyen könnyű abba hagyni, vagy nem, ugye tudjuk, nem biztos, hogy nem könnyű. Nem az, hanem hogy lehet nem lemenni az uszodába úgy, hogy miután ott éltél, de hogy pont ez a magyarázat, hogy mivel ott éltél. Tehát, hogy azért ez egy nagyon kemény időszak, amikor egy ilyen sportoló átáll, eddig biztos volt részed benne, amikor ott hát választanod kellett. És hát van, aki kénytelen választani, akár egészségügyi okok miatt, másrészt meg mentálisan ebben annyira el lehet fáradni, hogy így tulajdonképpen ez olyan, mintha évekig két végén égetni a gyertyát, tehát hogy azért ez egy nagyon-nagyon fárasztó, nagyon monoton, nagyon szabályszerű, pláne egy teljesítménysportolónak, ugye ez kevésbé érvényes a párbajtőrözőkre, hogy a súly, a dietetikus, tehát hogy ez egy borzasztó nagy kemény harc minden nap, reggel 5-kor fölkelni és lustizni mondjuk 6-ig. Uh-huh. Tehát, hogy azért ezt így a civil nem is érti, hogy ez mekkora egy próbatétel és egy teher, uh-huh. hogy így semmi más nem... Tehát, hogy így nem éri az inger semmi máshonnan. Csak monoton volt neked, amit csinálnod kellett, Totó? Úgy érezted? Nagyon, mm-hmm. Igen. Hát annak alapján, amit most Viki mondott, igen. De azért azt tudni kell, hogy ilyen sportolóként nem biztos, hogy annyira az, mint mondjuk egy hobbi úszó, aki csak lemegy úszni mondjuk 3-4 mm-hmm. kilométert, mert ugye annyi technikai dologra, annyi dologra kell figyelni, hogy az edző mit mond, hány másodpercre indulunk, a kidelfinezés, mm-hmm. a tempószámra, az annyi mindenre figyelünk közben, mm-hmm. hogy egyébként izgalmasabb, mint egy esetleg, ami kívülről tűnik, vagy látszik, de mindenképpen az... Én még azt éltem meg ebbe egy kicsit nehezen, nem is maga az edzésnek a fáradalmát, hanem utána, hogy soha nem volt semmire időm, uh-huh. tényleg hullafáradt voltam, így néha mentem haza hévvel, és a Margit hídnál nem tudtam felsétálni a lépcsőn. És akkor uh-huh. tényleg, hogy ilyen iszonyatosan elfárad az ember, és hogy ez ilyen... Maradtál végig? Nem, ott van mellette mozgó lépcső. És akkor így beálltam az idősebb korosztály mögé. Arról beszélt ugye Totó is, meg Laci is, hogy ők hozták magukkal a sport szeretetét, és hogy mi volt a motivációjuk. Te ugye azt mondtad a beszélgetés elején, hogy nem sportpszichológus vagy, de hát azért az életed, hogy mondod, hogy óránként adják egymásnak a kilincset, mégiscsak ebbe az irányba vitt el valahogy. Mi volt a te motivációd, hogy sportolókkal foglalkozz? Hát azt gondolom, egyrészt mindig azt gondolom, hogy véletlen, hogy egyszer csak. Amiről ugye, tudjuk, hogy nincs? Nem tudom. Nyilván én egész gyerekkorom óta mozogtam, én ugye balettoztam nagyon sokáig, aha. ami egy ilyen iszonyú, szintén egy ilyen borzasztó nagy fegyelmet kívánt volna, hogyha én azt a szakmát választom. De nem azt választottam. Nem azt választottam, és én ennek már nagyon örülök, hogy nem azt választottam, azért mondjuk ennyi idősen már nem is lennék a színpadon. És gondolom néhány sportoló is örül, hogy nem azt választottad. Biztos. Hát ezt tőlük kell megkérdezni, de hogy nekem, és én mindvégig egy ilyen nagyon teljesítményszorongó lány voltam, tehát én azt tudom, milyen szenvedni egy vizsgán, tudom, milyen hány ingerrel indulni az államvizsgára, tehát hogy én azt gondoltam, hogy oké, én ezt tudom saját erőmből, vagy saját élményből, na akkor ezen próbáljunk meg változtatni, hogy legalább másnak ne legyen ilyen. Nyilván ott volt az öngyógyító szándék is, de hogy valahogy így sikerült szerintem, hogy pont az a teljesítményszorongás, ami a két oldalomon ülő úrnál is van, azt hogy lehet nagyon jóra fordítani, hogy abból egy ilyen sikerbomba legyen. Milyen? Hát azt te elmondtad, hogy neked milyen terveid vannak, hogy te az idők végezetéig csinálni fogod, ugye? Igen. Igen. Te még nem tudod, hogy merre, vagy tudod, hogy merre kanyarodik az életed, Totó? Hát, sok tervem van. Na, most ugye... Osszál meg velünk egy-kettőt. Most egy teljesen más dolgot csinálok, ami nem a sporthoz kapcsolódik, de tényleg én teljesen nyitott vagyok mindenre, és hogyha esetleg egyszer a sportban lesz valami lehetőségem, akkor azt is
teljes mértékben nagyon szívesen vállalom. Bár ahogyan elmondtad, hogy ugye egyrészt van egy ilyen sportmenedzseri diplomád, másrészt most a mentora vagy egy sportolónak, tehát hogy nem szűnt meg a kapcsolatot teljesen ezzel a világgal. Nem, hát úgy gondolom, hogy ez... És nem is fog gondolom. Nem is lehet, hát a barátaim, ismerőseimnek a 50-60% az úszodából kerül ki, úgyhogy nincs olyan hét, hogy ne találkozzak egy volt úszótársammal vagy edzőkkel, úgyhogy nyilván hát ez a életemnek egy 25 éve volt legalább, úgyhogy ezt nem is tudom kitörölni és meghazudtolni önmagamat, úgyhogy tényleg remélem, hogy akár a sportban, akár más területen is újra megtalálom a sikert, és elindulok azon az úton. Viki, a te számodra, a te életedben mit jelent a sport most ebben a helyzetben? Tehát nem az egykori balettáncos kislányként, hanem egy olyan szakemberként, aki velük foglalkozik. Jó, nagyon jó kérdés. El tudod képzelni, hogy valami más csinálj majd? Mondjuk a 10 éves jövőképedben is benne van? Hogy ne pszichológusként dolgozzak? Nem nagyon. Uh-huh. Nem nagyon. És valahogy... hogy ne sportolókkal? Hát az meg a szívem csücske lett. Valószínűleg akkor nem. Se. Nem, szóval, hogy nekem, és különben azt is nagyon élvezem, hogy valahogy a munkám részévé vált, hogy követem is, tehát, hogy tényleg tudok. Nagyjából minden nyilván olyat leginkább, ahonnan van paciensem, vagy van sportolom, de hogy én így nagyon szeretem nézni, és részt venni leginkább akkor, hogyha valaki tehát, hogy olyan is van a pályán. Várjál, aki... most ott vagy a versenyeken. Szeretek ott lenni. Olimpián még nem voltam, de amúgy szeretek versenyekre járni nagyon. Akartál mondani valamit? Hogy én se. Sajnos. Hát majd tehát a Párizs közel van. Igen. Igen. Mi legyen a végszava ennek a beszélgetésnek? Segítsetek! Jó, én csak annyit mondanék, hogy mindenképpen mozogni, sportolni. Tudod, azt mondtam múltkor valakinek, hogy hát Lacikám, én már föl se tudok kelni, meg örülök, ha sétálni megyek. Mondom, ha elmész sétálni, akkor lépjél nagyokat. És majd utána fel fogsz tudni kelni. Igen, lépjél nagyokat, tehát ne sétálj, hanem lépjél nagyokat. Tehát valamit mindenképpen csinálni kell. Viki? Teljesen egyetértek, tehát, hogy amit mindig elmondok, hogy szerintem mentális egészség nincsen mozgás nélkül. Uh-huh. Úgyhogy ez egy nagyon fontos dolog nálam, aki megjelenik, akár krízisben van, akár a sportolónál nem, de hogy így alapkövetelmény, hogy egy háztömb körül itt legalább sétáljon egy nap. Totó? Én is csak ezt tudok csatlakozni, és sétálni sétálok, de a úszásra biztatok én tényleg mindenkit, mert szerintem nagyon egészséges sport, a születéstől a halálig, 1 éves kortól 100 éves korig lehet csinálni, nem terheli meg az ízületeket, úgyhogy szerintem egy tényleg a legegészségesebb dolog, nem heti 10-szer meg 12-szer, de mondjuk heti 2-szer, 3-szor mindenkinek javaslom. Nővérem az úszik, bocsánatot kérek, a Lidi úszik minden úszik? Nap. Igen, a Mon Parkban van egy úszoda, és lejár. Aha, 87 jó. Éves a Lidi. Követjük majd. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltatok, ez volt most itt a végszó. Köszönjük. És miközben én titeket hallgattalak, nekem a Moldova, akit a mozdony füstje megcsapott, ez jutott eszembe, mert hogy azt gondolom ennek analógiájára, hogy akit meg a sportszele megcsapott, az akár így, akár úgy, akár erről az oldalról, akár arról az oldalról, de ott marad. Úgyhogy önöknek köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyi ruháiról és ékszereiről a Karizma Plus gondoskodik.